Dühös vagyok, mert csak a kiadott engedélyek után kezdenek bele az általuk társadalmi párbeszédnek nevezett dologba. Dühös vagyok, mert nekik a párbeszéd annyit jelent, hogy hazug propagandával szórják tele a várost, természetesen a mi pénzünkön. Dühös vagyok, mert az októberben simán átengedett népszavazási kezdeményezéshez hasonló kérdést most kamuindokkal elkaszálják. Az általam beadott kérdés egyetlen egy számadatban tért el a tavaly ősszel beadott beadványtól, ami akkor simán átment. Minőségi különbség nem volt a két kérdés között, csak mennyiségi, mégis elbuktatták. Természetesen már csak emiatt is meg fogom támadni a döntést. Tőletek együtt tőlünk rettent meg a hatalom. És tudják, hogy ez a tömeg, ez debreceni és nem áll debreceni. A médiából az folyik, hogy jó lesz. Mert lesznek akkumulátorgyáraink, és lesz akkumulátorunk. De azok nem a mi gyáraink, és nem a mi akkumulátoraink lesznek. Azok mindig is az idegen tőke tulajdonában maradnak, az ő gyáraik, az ő akkumulátoraik. Nekünk és gyerekeinknek csak a környezetterhelés marad, a mérgező levegő, a mérgezett talajon termett élelmiszer, a megmérgezett víz, az elviselhetetlen zaj, a kamionok végeláthatatlan sora, az elhasznált akkumulátorok, melyet vissza kell venni a gyártónak, és a sok hitel, amit azért vettünk fel, hogy fejlesszük az infrastruktúrát az ipari parkokban. Most, mikor energiaválság van, az elmúlt év aszályos időszaka megmutatta, milyen, mikor elszárad minden növény, és egyre fenyegetőbb az élelmiszerválság kialakulása is. Ezért érthetetlen, hogy miért az akkumulátor gyártásra tesszük fel a jövőnket. Miért? És hogyan? És ki vállalja a felelősséget azért, hogy tönkreteszik az otthonunk, az élőhelyünk, a gyermekeink otthonát és élőhelyét? Hogyan összeegyeztethető ez az alaptörvényben lefektetett hitvallással, miszerint felelősséget vállalunk az eljövendő nemzedékek életfeltételeiért? Gödi akkumulátorgyár vagy debreceni akkumulátorgyár, ezek ilyen helyi ügynek tűnhetnek, de Magyarországon már több tucat helyen folyik akkumulátorgyártás vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység. Ezek már rég nem helyi, hanem országos ügyek. Göd egy precedens volt ebből a szempontból, és mivel ott nem volt elég nagy az összefogás, nem volt elég nagy a lakossági ellenállás, a kormány megmerte hirdetni az emberek érdekével ellentétes akkumulátorgyártó nagyhatalmi stratégiáját. Iváncsa, Győr, Szent Iván és most Debrecen is a lakosok véleményét és érdekeit figyelmen kívül hagyó kormányberuházásoktól szenved. Amikor én szirénezó autót hallok a gyár közelében, akkor azt találgatom, hogy vajon most megint tűz keletkezett a gyárban, vagy megint egy tragikus ipari baleset történt. 2018 óta ugyanis 17 alkalommal kapott iparbiztonsági és katasztrófavédelmi büntetést a gyár. Mi volt a büntetés? Hát apró pénz, 1-2 millió forintok, összesen 47 millió forint. Ez a gyárnak a milliárdos bevételéhez képest semmi, ezért nem fáj nekik, és nem is tesznek ellene. Azt meg kell mindenkinek érteni, hogy mi most nem egy üzem megépülése mellett döntünk, vagy nem döntünk, hanem 15-20-30 évre fogadjuk el Magyarország fejlődési ágát. 30 évre előre döntünk most. Milyen városnak képzeljük el Debrecent 20 év múlva? Egy autóipari gyárváros szeretnénk látni itt, vagy egy olyan várost, ami élhető marad? Talán 100 milliárdokkal nem külföldi multikat kellene támogatni, hanem a honi feldolgozóipart talpra állítani, az önellátó képességünket talpra állítani, és itthon maradásra bírni azokat az embereket, akik inkább Magyarország helyett jelenleg külföldön képzelik el az életüket. Debrecenben, egy debreceni számára elképzelhetetlen és elfogadhatatlan, hogy ne legyen része a saját városának jövőjéről meghozott döntéseknek. Elképzelhetetlen, hogy egy debreceni ne kérjen, és ne kapjon szót akkor, amikor Debrecen jövője a tét.
Nem fordulhat elő, hogy egy debrecenének a budai várból mondják meg, mit tehet, és mit nem tehet a saját városával. Nincs alku azokkal, akik hazudnak. Nincs alku azokkal, akik semmibe veszik a debrecenieket. Nincs alku azokkal, akik eladják a jövőnket, a ti és a gyerekeitek jövőjét. Nincs alku, stop aku! A szennyező és vízzabáló monstrumnak akkora gazdasági túlsúlya lesz, hogy valójában a gyár külföldi vezetője lesz Debrecen valódi polgármestere. Képzeljük csak el, az a Papp László, aki már a budai várból érkező kéréseknek álcázott utasításokra sem képes nemet mondani. Vajon ellen tud-e majd állni annak, ha a kínaiak még több vizet kérnek? Ha lerakót akarnak a gyárban keletkező hulladéknak? Ha kozmetikáznák a környezetszennyezési adatokat, vagy a kibocsátási szintet? Mit gondoltok vajon, a városnak lenne gyára, vagy a gyárnak városa? Hajdú-Bihar megyében találhatóak az ország legdrágábban értékesíthető, legjobb minőségű termőföldjei. Miért árusítja ki őket a kormány fillérekért, idegeneknek? Miért kényszeríti a gazdákat igazságtalan egyességre a saját kormányuk és a saját önkormányzatuk? Hazugság, hogy a gyár a debreceniek jövőjét szolgálja. Hazugság, hogy nem lesz hatással az itt élő környezetére, a víz és a termőföld minőségére. Hazugság, hogy a városvezetés az itt élők érdekeit képviseli. Hazugság, hogyha nem jön ide a kínai összeszerelő üzem, akkor a városnak nincs esélye a fejlődésre. Ez mind hazugság, és a hazugságok oldalán áll az a kormány, és annak helyi kiszolgálója, a csereszabatos helyi döbrögi Papp László is, aki ezeket állítja. Az igazság oldalán áll Debrecen. A helyi lakosok, ti, büszke civis polgárok, köszönjük nektek. És az igazság oldalánál mindenki, aki azért dolgozik, azért küzd, annak érdekében vállal kockázatot, hogy Debrecenben megkérdezzék az embereket a saját jövőjükről. Azt szeretném ma elmondani nektek, azért is vagyok itt, hogy világossá tegyem, nem vagytok egyedül. Debrecen nincs egyedül. Az igazságért küzdők soha nem lesznek, és nem is lehetnek egyedül. Nem hagyunk cserben benneteket, számíthattok ránk! Legalább annyira a miénk is ez az ország, mint amennyire ők kizárólag a sajátjuknak tekintik.